A fórumon elhangzott, hogy a magyar kormány megkérdezi az embereket arról, amiről az Európai Bizottság nem. György László kiemelte, a bizottság az európai emberek megkérdezése nélkül döntött a szankciókról, és átverte őket. A szankciók egyértelműen elhibázottak, nem érték el azt a célt, amit Brüsszel ígért, nem vetettek véget a háborúnak. Magyarország kormányának az álláspontja világos. Nemet mondunk a háborúra, igent a békére, és nemet mondunk az elhibázott szankciókra. Mert ha megnézzük az energiaárak alakulását, akkor a háború adott egy lökést valóban az energiaáraknak, de a nagyobb lökést az energiaáraknak és azon keresztül az inflációnak az elhibázott szankciók adták. Varga Tamás kiemelte, hogy a nehéz időszak átvészelésére a kormány bevezette az árstoppokat, a kamatstoppokat, illetve fenntartja az üzemanyagárstoppot és a rezsicsökkentést. A legfontosabb segítség a magyar családoknak, hogy 181 ezer forint energiaköltséget havonta nem kell senkinek kifizetni. Tehát minden energiaszámla, családi energiaszámla úgy indul, hogy mínusz 181 ezer forint. Ezt fizeti az állam, ezt vállalja az állam, ez egy óriási teher, de azt gondolom, hogy a magyar családokat meg kell védenünk a szankciós inflációtól, a szankciós áremelkedéstől. Elindult a gyármentő program, és a mikro, kis és középvállalkozásokat támogatja a kormány abban, hogy a rezsiszámlájukat ki tudják fizetni.